A mi segítségünk az Úrnak nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, mostantól fogva mindörökké. Amen. Ez a szép Zsoltár fohász most itt megvalósul. Van egy dicséret, dicsőség, hálaadás. Bak után igét hirdetni meglehetősen kockázatos vállalkozás. Másrészt talán könnyebb, föl lazított, aki muzsika által megnyit lelkek számára néhány igei gondolatot továbbadni. Hallottuk már a köszöntőben, hogy a reformáció lényege valamiképpen egy tiszta forráshoz, kezdő hanghoz visszatalálni, ahhoz az intonációhoz, amitől ha elkanyarodunk, akkor az egész életünk és a környezetünk is káoszba zuhan. Én most arra hívom ezt a különleges, hatalmas énekkart és gyülekezetet, hogy próbáljunk egy picit visszatalálni az első egyházzenei áhítathoz, legalábbis amiről az Új Szövetségben olvashatunk. Nem tudom, hányan kapcsolnak. Meglehetősen szokatlan helyen és szokatlan időpontban rögzítette számunkra Lukács azt az eseményt, amikor emberek, igaz, hogy csak ketten, de ez már többes szám, Istent magasztaló éneket zengtek egy egész sajátos hallgatóságnak. Én feltételezem, hogy sokan tájékozódunk, ami lelki útvonal vezetőnk segítségével, az evangélikus bibliaolvasó útmutató segítségével, amely most is próbál elvezetni minket jubiláte, az örvendező gyülekezet vasárnapjától, kantáte vasárnapjáig, az éneklő gyülekezet vasárnapjáig, és ezen az úton már rögtön hétfőn kaptuk azt a mondatot, amiről én szeretnék néhány gondolatot megosztani a testvérekkel. Az első egyház és missziói történetben, az apostolok cselekvő szóló könyvben olvassuk a 16. fejezetben, Filippi börtönben vagyunk, ahol éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Kedves dalos társaim és fogoly társaim. Mert valahogy erről szól az egyházi ének és zene, a szent muzsika, a muzika szatra titka, hogy hogyan lehetünk foglyokból szabadokká. Hogyan lehetünk szabaddá a külső körülményektől. Hogyan lehetünk szabaddá attól, ami esetleg minket belülről nyomaszt. Hogyan szabadulunk föl úgy, hogy egyedül a felső körülmények, erőforrások határoznak meg minket. És erre valami zseniális példa, ez az egyetlen egy mondatos kis tudósítás, ahol a bizonyos első Filippi börtönben évfélkor zajló, ha úgy tetszik, zenés bizonságtételről, egyházzenei áhítatról. Évfélkor. Már az időpont se egészen szokványos, nem tudom, melyik énekar szokott éjfélkor egyházzenei áhítatot, de bármilyen szilveszter, akkor biztos, hogy ennek van helye és ideje. Az éjfélről mindenki tudja, ez egy fantasztikus szimbólum, hogy az éjszaka közepe, ugye ez egy György Zsigmond meditációs kötetnek is a címe, die Mitte der Nacht ist der Anfang des neuen Tages. Az éjszaka közepe az új nap kezdete. Éjfélkor Pál és Szilász kalodában, bilincsbe, ki tudja milyen, nem ilyen énekari szerelésben, mint itt ti, egy egészen puritán szerelésben, ki tudja mi volt rajtuk, vagy mi nem volt rajtuk, valószínűleg nem sok minden a bilincseken kívül, elkezdik magasztalni az Istent. Nem tudjuk, milyen hangjuk volt. Még az sem biztos, hogy nagyon tisztán énekeltek, nem tudjuk. Basszus, tenor, bariton, semmit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy kitől énekeltek. Nem tudjuk, hogy pontosan mi volt a dallam, a szöveg, a ritmus, semmit nem tudunk, csak azt,
hogy az Úrnak énekeltek, hogy az Úrra mutattak, hogy őt magasztalták, így szabadnak érezték magukat arra, hogy minden külső körülménnyel szemben ők Istent magasztalják. És a fantasztikus poén, hogy ennek hallgatósága van. Foglyok hallgatják a foglyokat, de olyan foglyokat, akik már belülről szabadok, már fölülről szabadok. Nem tudjuk pontosan a folytatást, hogy a foglyok, akik ezt végig hallgatták, azok mennyire jutottak el erre a szabadságra, de ennél kevesebbel soha ne érjétek be, drága dalostársak és fogolytársak. Mi nem a magunknak énekelünk. Én tudom, hogy az énekkari munkának rengeteg öröme van, közösség, közösségépítés, jól érezzük egymást, magunkat, pont-pont, én is éveken át voltam aktív kórusta, tudom, mit jelent ez. De azért higgyétek el, erről sokkal többről van szó. Aki Istent kezdi magasztalni, annak valójában pontosan az a küldetése, hogy a foglyok is ezt hallják meg. Akik még csak a külső körülményeket látják, vagy csak a belső megkötözöttséget. Hány ember ül ma összeszorított ajkakkal a templomainkban? Hány ember van, aki ki se nyitja az énekeskönyvet, mert minek úgyse fogok énekelni. Szeretem az éneket, szeretem a zenét, de én nem tudok kilépni a saját énem börtönéből. Én fogoly vagyok. Én szégyellem a hangomat, a hitemet, én nem tudok énekelni, és itt nem arról van szó, hogy tiszta hangom, vagy hamis, vagy képzett vagyok zeneileg, vagy nem. Itt egy belső szabadságról, egy felső szabadságról van szó. És a mi éneklésünknek pontosan az a célja, hogy akik foglyok körülöttünk, akik foglyok a templomainkban, a gyülekezeteinkben, akik foglyok a falvainkban és a városainkban, és ebben az országban is, úgy foglyok, hogy képtelenek kilépni önmagukból. Csak a maguk nótáját fújják, értsétek jól ezt a képet. Képtelenek arra az új énekre, amire hív a holnapi vasárnap zsoltárja. Énekeljetek új éneket az Úrnak. És az új ének nem attól új, hogy olyan dalam, amit még soha senki nem komponált. Nem attól új, hogy olyan ritmus, amit még soha senki nem hallott. Olyan szöveg, amit még soha senki nem írt le. Nem, az új attól új, hogy az Isten jelenlétében szólal meg, hogy neki énekelek. Tudom, hogy itt van, nem egymásnak énekelünk itt testvérek, bár ez is nagyon szép, hogy hallgatjuk egymást. De itt azt kéne érezni, hogy ebben a patinás gyönyörű ótemplomban itt az Isten köztünk, neki énekelünk, és ezáltal leszünk mi is foglyokból szabad, megszabadított emberek, akiknek a hangja, hiszem, hogy kihallatszik innen, nem csak azért, mert szimbolikusan, de nyitva az ajtó és az ablak, és kihallatszik, amit a szarvasi templomban fölcsendül ezen a délutánon. Én azt hiszem, hogy ennél kevesebbel ne érjük be, mint amire valójában Pál és Szilász is törekedett, hogy a foglyok is hallják meg. Istennek énekeltek, de úgy, hogy az ő imádságuk és énekükben, de is milyen szép, hogy egy lélegzettel írja Lukács, imádkoztak és énekkel magasztalták, mert ez a kettő ugyanaz, Istennel való dialógus, Istennel való kommunikáció, amely aztán közösséget terem mindazokkal, akik bevonódnak ebbe a csodálatos, szinte transzcendens erőtérbe. Igen, menjünk vissza egészen a Filippi börtön éjszakájába ahhoz, hogy felfedezzük, micsoda óriási erő, micsoda óriási esély ma is, hogy lehetünk éneklő egyház. Lehetünk függetlenek a hangulatunktól, a külső körülményektől, mert mi nem azért énekelünk, mert feltétlenül annyira jó kedvünk van, azt a kocsmába csinálják. Mi azért énekelünk, mert hisszük, hogy az Úr jelen van. Neki énekelünk, neki örülünk, vele együtt örülünk, sőt, megkockáztatom, vele együtt énekelünk, és akkor hadd kapcsoljam be a mai útmutató igét, én remélem, hogy több énekkel indult el ma úgy busszal, ki tudja milyen járművel, hogy talán volt idő odafigyelni erre a bizonyos lelki GPS-re, hogy merre is megyünk. Ugye néztük, vagy remélem, hogy néztük, ha nem, akkor most hallgassuk, hogy miről szól a mai útmutató ige. Felhangzik a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja,
Azoké, akik így énekelnek, adjatok hálát a seregek urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretetet. Nem semmi ez az ellentmond. Erre még valaki is büszke lenne. A hétfői és a szombat ige között. Ott két ember a börtönben, bilincsben énekel. Itt meg a mennyasszony és a vőlegény duettjéről szól a mai ige. Mert Jézus énekelt. Róla se tudjuk, hogy bariton volt, vagy basszusa. Passióban általában basszus énekli a Jézusi szólamokat. Nem tudjuk, milyen hangja volt. Azt tudjuk, hogy azon az utolsó éjszakán, amikor a halálba indult, akkor Zsoltárt énekelve ment ki a tanítványaiba. És én azt szeretném hinni, hogy itt minden énekarban van még egy plusz kotta, ahogy a illés helyét szokták ugye a széder vacsorán kihagyni, hogy hát ha megjön közben, és van egy teríték Illés számára. Legyen egy kotta, minden karvezető figyeljen arra, amire az van fölé, vagy Jézus. Mert veletek akar ő is énekelni. A vőlegény és a mennyasszony tuettje valójában az, ami a mi perspektívánk. Egy ilyen hatalmas kórus számomra az előképe annak a bizonyos mennyei énekarnak. Hát ne érjük be ekkor ilyen szinten se kevesebben. Legyen egy ilyen dimenzió is most előttünk, hogy igen, mi együtt fogunk majd énekelni a vőlegénnyel ott a mennyegzői asztal körül. És ennek előíze ez a mai találkozó is. És ez a két kép, amely hangsúlyozom, nagyon kontrasztos, egy sötét börtön és egy mennyegzői duett. Ez a kettő valahogy így ebben a paradox feszültségében segítsen most minket tovább abban, hogy valóban új éneket, új életet tudjunk élni, énekelni, sörülni annak, hogy szabadok vagyunk, mert a szabadító Úr Jézus énekel velünk, jár velünk, és vezet el minket egészen a nagy mennyei körösség. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt a furcsa kezdetet ott 2000 éve a Filippi börtönben is. Köszönjük a folytatást, 2000 éve, 500 éve. Köszönjük a folytatást, ami most itt előttünk van, hogy újabb és újabb énekarok szólalnak majd meg. Köszönjük a folytatást, hogy holnap gyülekezetekbe vihetjük el ezt a jó hírt, hogy szabadok vagyunk, hogy eljegyzett hitveseit, utitársait vagyunk, és olyanok, akik tudják, hogy az életük hova tart, hogy veled együtt vagyunk úton a mennyei kórus felé. Köszönjük a perspektívát, a jövőt, a jelent, azt, hogy itt és most veled lehetünk, veled énekelhetünk, neked énekelhetünk. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, további közös éneklésünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.